Jó reggelt kívánok, kezdjük a mokkát méghozzá azzal, hogy az MSZP vezetése nem köt több rossz alkut és nem vesz részt rossz hatalmi játékokban, valamint elutasítja Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc politizálását is. Ezt nyilatkozta a választás éjszakáján Tóbiás József. A szocialisták elnöke szerint létezik baloldal, és úgy hívják, hogy MSZP. Üdvözlöm a stúdióban Tóbiás Józsefet, az MSZP elnökét. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Mielőtt rátérnénk olyan fogalmi kérdésekre, amiknek a tisztázását szeretném hallani, mert hogy meglehetősen erős kijelentéseket, definíciókat tett az elmúlt időszakban. Előtte értékeljük azért gyorsan az önkormányzati választást. Nem hiszem, hogy sikeresnek mondja, vagy elégedetlenne vele, de hogyha így van, akkor cáfoljon meg. Lezárult egy folyamat. Ez az év a választások éve volt. Több választás is sor került Magyarországon. Az önkormányzati választással lehetőséget kapott a Magyar Szocialista Párt, hogy minden egyes ország településen önkormányzati képviselője, polgármestere megmutathassa a következő 4-5 évben, hogy hogyan kell másképpen fölépíteni Magyarországot. Én úgy tekintem, hogy abszolút nem siker, remény. Remény van arra, hogy... De miért remény, ne haragudjon? A 13. kerület, a 19., a 20. és az a két település, ahonnan polgármester tudnak adni? Sokkal több ez annál. Tehát az, hogy a média azt látja, hogy mondjuk Szeged, aminek nagyon örülök, ahol Botka László igazolta az elmúlt 4 évben, hogy érdemes arra, hogy folytassa. Az, hogy Salgó Tarjánban Dóra Otto nyert és többséget szerzett a testület, hogy egy olyan megyében, amely a legelszakadottabb megyejogú városával rendelkezik, ott a esélyt, a lehetőséget hogyan lehet megépíteni egy önkormányzatnak. De rengeteg településen, kis településen, Kazincbarcikától kezdve Hajdúdorogon át Győrtelekig nyertek baloldali, vállaltan baloldali polgármesterek. Ezek a polgármesterek lesznek meg önkormányzati képviselők, az építő kövei, az építő elemei a baloldal újjászervezésének. Mi lesz ez az újjászervezés? Elsőként kezdjük azzal a nagyon markáns kijelentésével, amik egyébként, hadd jegyezzem meg zárójelben, hiányoztak az elmúlt egy évben itt a 3 választás kapcsán, előtt, alatt, után, de azzal a markáns kijelentésével, hogy nem kötnek többé alkut. Hát meg kell nézni az elmúlt egy évet. Meg kell nézni az elmúlt 10 évünket. Ha egy párt nem az értékei szerint politizál, ha nem azt képviseli, amit valójában a gyakorlatban nem azt képviseli, amit elmond a médiában, akkor az rossz kompromisszumok, rossz alkuk. Nem személyi kérdés, egyetlen egy kérdés sem. Nem lehet feloldani a baloldaliságot pusztán csak azért, hogy le kell váltani egy rendszert. Amikor Magyarországon 3,4 millió ember létminimum alatt él, amikor 620 000 gyermek konkrétan éhezik, vagy rossz körülmények között él Magyarországon. Ma reggel azt olvasom, még be se köszöntött a fagy, 12 hajléktalan már meghalt. Akkor nem lehet, hogy én arról beszélgetek, hogy hogyan kell összefogni, hogyan kell nekünk legyőzni a demokrácia nevében az Orbáni rendszert, azzal... Ne haragudjon, de hát azért de a választások hatalompolitikáról is szólnak. Itt volt, hogy egyedül indultak, önállóan mérettették meg magukat, volt, hogy összefogott a teljes baloldalnak mondott ellenzék, utána pedig kompromisszumokat, illetve egy-egy jelölttel kapcsolatban egy-két párt összefogása történt. Ezek voltak a rossz alkuk? Igen, ezeket zártuk le. Vasárnap este ennek a korszaknak. Ez azt jelenti, hogy megbánta, hogy bárkivel együtt indultak, akár a tavaszi választáson, akár most az önkormányzati választáson? Nagyon fontos, hogy az összefogásnak van létjogosultsága Magyarországon. Minden egyes politikai, emberi közösség szereti, hogyha többen vannak, hogyha összeadódnak energiák, összeadódnak értékek, összeadódnak szavazatok. Nem erről szó, rosszakat kötöttünk. Tehát nem az a kérdés, hogy legyen-e, természetesen. Egyszer majd legyen, de nem politikai térben kell csak gondolkodni. De akkor ez azt jelenti, hogy például Gyurcsány Ferenccel és a DK-val nem lett volna szabad összefogni? Nem tudom meg, hát az eredmények azt igazolják, hogy ez a korszak lezárult, és ez így nem volt jó. Tehát ott egyértelműen azt mondja, hogy ezt nem lett volna szabad. Hát így ebben a formájában biztos, hogy nem. De ezt azt gondolom, hogy azért kell lezárni, mert hogyha... A lezárás, bocsássuk meg, azt jelenti, hogy a jövőben sem lesz példa arra, hogy a DK-val együttműködjenek, vagy összefogjanak. Szerintem van egy nagyon fontos kérdés. A következő 3,5 év az országgyűlési választásokig, az önkormányzati választásokig ugye majdnem 5 év áll rendelkezésre. Ez kellő idő arra, hogy nem az aktuál politikai pillanatnyi helyzetet kell csak látnunk, hanem látnunk kell, hogy hová akarunk eljutni. A Magyar Szocialista Párt arról döntött, hogy mostantól kezdve van ideje az értékelésnek van ideje az építkezésnek. Az építkezés pedig nem úgymond ebben a politikai hatalmi térben zajlik, hanem az építkezés a társadalomban zajlik, az emberek között zajlik. Jó, tehát akkor most konkrétan az fog történni, hogy szombaton választmányi ülés, igen, egyértelműen csak a szocialista párt saját magával szeretne foglalkozni. Nyilvánvalóan egy pici hátratekintés kell, ezzel szeretném most kezdeni, aztán foglalkozunk a jövővel. Természetesen. Konzekvenciák, személyi konzekvenciák lesznek-e ezeknek a rossz döntéseknek, rossz alkuknak, amik erről ön beszél? Én nem hiszem, hogy a személyi konzekvenciák azok kulcskérdések. Mindenkinek el kell döntenie helyi szervezetvezetőjeként, tagként, hogy hisze abban, hogy Magyarország társadalmának döntő többsége egy valódi baloldali politikát kíván. Olyan megoldásokat, amelyben a szociális érzékenység, az igazság érzete, hogy annak a hiánya feszíti az embereket, hogy nem lehet, hogy ez így maradjon. Ki az, aki ebben neki közösséget kínál? Ki az, aki neki védelmet kínál? Megoldásokat kínál? Ezért fontosak az önkormányzatok. Ők azok, akik azt tudják megmutatni, hogy lehet közösségekben, lehet az emberek érdekében is politizálni. Nem válhat el a hatalmi kérdés az emberek szándékaitól. Akkor térjünk át a jövőre, nyilvánvalóan akkor személyi konzekvenciákkal nem számolhatunk a szombati választmányülésen, levonják a tanulságokat és mennek előre. Következő... Úgy fogalmaznék, hogy egy ülésen nem lehet lezárni az értékelést, el lehet indítani. Ebben az évben lesz még számos olyan alkalom, amikor bizonyára vagy jó magam, vagy kollégáink fognak beszélni a média szereplői, vagy média munkásokkal arról, hogy milyen stációban, milyen állomáson, hol tartunk az értékelésben, de ebben az évben szeretném lezárni. Viszont azt úgy nagyjából előrevetítette, hogy a magyar társadalom egy baloldali, öntől idézek, baloldali politikát vár, és az MSZP-t hatalmazta fel arra, hogy egy nemzeti elkötelezettségű baloldali néppártot felépítsen. Így akkor van. Megint ezt definiáljuk. A nemzeti elkötelezettségű baloldali néppárt. Az elmúlt 25 évben amúgy a Magyar Szocialista Párt hagyományától eltérően elengedtük azt, hogy részei vagyunk a nemzetnek. A jobb oldal mindent meg is tett azért, hogy megkülönböztesse az ő szavazóit, mint nemzeti, és mindenkit, aki nem az ő szavazója, az nem a nemzet része. Meggyőződésem, hogy helyünk van. Más jobboldali elemzők is leírták, hogy a nemzetnek része a baloldal, bárhogyan is akarja a jelenlegi politikai vezetés, kormányzat vagy kormánypolitika ezt mondjuk úgy megszüntetni. Minden egyes magyar állampolgár része a magyar nemzetnek, csak ki baloldali, ki jobboldali. Pontosan, ehhez igenis kell az a típusú nemzeti karakter, amely nemzeti érdeket képes fölépíteni. Nem attól lesz, tehát ugyanolyan fontos számomra eddig is, mint ahogy eztán is, hogy én magyar vagyok, hogy a magyar zászló, a himnusz és minden egyes költője, minden egyes értéke, ami képződött a magyar társadalomban, Magyarország történetében, egy dologban nekünk is változtatnunk kell, hogy ezt méltán kell képviselnünk, és kell tudnunk felmutatni, hogy melyek azok a nemzeti érdekek, amelyekben mi együttműködünk minden olyan demokratikus politikai erővel, aki ugyanazt a nemzeti érdeket akarja képviselni, akár belföldön, akár határainkon túl, akár a világban. Nem csak személyi konzekvenciákat, ideológiai konzekvenciákat kell levonniuk az elkövetkezendő egy évben, illetve ezeken a választmányüléseken, hanem nagyon komoly anyagi problémákkal is kell megküzdeni, hogyha igaz a fáma, hogyha jól szól a fáma. A Jókai utcai székháztól például megválnak-e, el kell leadniuk, illetve el kell bocsájtaniuk alkalmazottakat? A Magyar Szocialista Párt képes finanszírozni az adósságát. Tény és való, hogy van egy, úgy ahogy a hírben megjelent, van egy nagyon nagy adóssága, ez is egy örökség, erről is beszéltem. Igen. Ez az örökség még a Gyurcsány Ferenc vezette párt élén történt, azóta ezt az örökséget cipeli a Magyar Szocialista Párt. Nem az a kérdés, hogy képes-e finanszírozni, vagy hogy eladja-e a székházat. Egy kérdés van. Azt a változást, amit teremtett nekünk a választó lehetőségként most vasárnap, múlt vasárnap, hogy foglalkozzunk azokkal a valósággal, azok valóságos képekkel, amik egy településen megtörténnek hétköznap, ahhoz olyan szervezetkel, amely jelen van. A szervezeti jelenlétet nem lehet pótolni, sem párt székházakkal, nem lehet pótolni, sem megyei irodákkal, minél közelebb kell lenni a választóhoz. Én olyan pártot szeretnék, amely nem csak egy politikai közösség, hanem egy értékközösség, amelyben a választó a legkisebb településen is érzi, ha gondja van, akkor az az irány, hogy elmegyek a szocialistákhoz, bekopogok és megkérdezem, hogy tudnak-e segíteni. Világos, még egy mai történéssel kapcsolatosan valami előrevetítést szeretnék öntől kérni. Ez pedig ugye az Etikai Bizottság a Szocialista Pártnak ma fogja meghallgatni Szanyi Tibort, hogyha minden igaz, illetve a sajtóértesülések igazak. Állítólag, legalábbis a Népszabadság értesülése szerint egy bocsánatkéréssel be fogják érni, mármint Szanyi Tibortól, amiért a golymotorosokat meghívta Brüsszelbe. Nem akarnám megelőlegezni egy etikai eljárásnak a végét, ezért az elnökség megvárja a mai döntését az Etikai Bizottságnak, van róla véleményem, ezeket is szeretném lezárni. Értenie kell mindenkinek, hogyha egy politikai közösségnek része, annak értékeit mindenkinek tiszteletben kell tartania. A nyitás és az, hogy mi nem egy bezárt világot akarunk fölépíteni, az nem jelenti azt, hogy akkor el is dobhatjuk az értékeinket, és utólag megmagyarázzuk egy adott helyzetre, amely szerintem méltatlan a Magyar Szocialista Párthoz, hogy ez miért is volt helyes, vagy éppen hogy gondol. Nincs magyarázat. El kell merni dönteni, hogy ha itt veszek részt ebben a közösségben, akkor minden egyes olyan írott és íratlan szabályát betartom. Számomra ez azt jelenti, hogy nem lesz elég a bocsánatkérés, de ez ki fog derülni a mai nap során. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, elnök úr.